Na, most pedig az őzlábgumba bemutatása következik. Jellegzetes őr színe van, hogyha kevés nap éri, például az erdőben, egészen sötét barna a kalapja. Az, amikor kijön a földből, olyan, mint egy kis buzogány, ilyen kis zárt gömböcske, vagy egy zárt tojás jön ki, és ahogy idősödik, néhány nap alatt kinyílik. Hogyan lehet igazán megismerni? Először is ilyen gyönyörű, hosszú szára, na, szinte semmilyen gombának nincs. A talajból egy kis gömböcként fordul ki. Van egy kalapja, a kalapja alatt mindig van egy kis gallér. Ez a gallér nagyon jellegzetes, hogy mozgatható, lefölhúzkodható. Fehér a lemeze, és a szára, hogyha egy kicsit megtöröm, akkor ilyen fás szálként, szálanként törik szét. Ez a része nem is annyira finom, egyébként szárítani, még a szára is jó. Általában kifordítható a kalapjából, hát ez most nem sikerült, de egy, minthogyha egy ízület fordulna ki. De most ez igazán nem sikerült, de nem baj. Nagyon finom ehető gomba, bármire jó, szárítani kitűnő.